A helyi közösségi ház Mezőzombori és a környező településekről érkező hívekkel telt meg, akik azért vettek részt a Cetőni Hegedűs Aranka református lelkipásztor által szervezett jótékonysági hangversenyen, hogy hozzájáruljanak a templomuk külső homlokzatának felújításához. A számában kicsi helyi gyülekezet tagjai és azok családjai minden évben nagyobb összeggel támogatják az egyház működését. Istenháza a II. Világháborúban felrobbantott templom helyén épült, és az idő vasfoga már meglátszik rajta, így a hívek, a lelkipásztor és a Tiszán inneni református egyházkerület úgy határozott, hogy lecserélik a héjazatot, ami megoldotta a beázási problémákat. Ebben az esztendőben is léptünk egy kicsit előre, mert a gyülekezetünk egyik idős és áldozatkész házaspára megajándékozott bennünket egy nagyobb összeggel, és így sikerült lefestetni a torony süveget. És hát ez már most azt hozza maga után, hogy most már annyira szép fönt, hogy jó lenne, ha lent is megújulhatna, és egy homlokzatfestésre készülünk, amire van egy 2.800.000 forintos költségvetésünk. Lévén, hogy kis gyülekezet vagyunk, a kasszánk erősen behatárolt, hát mondhatni üres ebben a tekintetben, és ahhoz, hogy pályázhassunk, ahhoz, hogy egy picit előbbre léphessünk, önerőt is gyűjtenünk kell. És ennek érdekében indultunk most el ezen az úton, illetve folytatjuk ezt az utat, mert hát nem az első jótékonysági alkalom a gyülekezetben ez a mostani, és szeretnénk ezzel elindítani egy olyan folyamatot, aminek a végén majd talán rövidesen sikerül arról is beszámolni, hogy megújul a homlokzata a templomunknak. Az épület külseje is elhasználódott az idő során, elkezdett róla peregni néhol a vakolat, így szükségessé vált a felújítás. Tulajdonképpen egyelőre még csak a torony rész az, amiről pereg a vakolat, és hát meglehetősen megfakult a festés. Sok évvel ezelőtt volt külső felújítása, most úgy hirtelen nem is tudnám megmondani, hogy mikor, de egyébként is az apropója így novemberben ennek a dolognak, ennek a templomnak a pusztulása. 1944. november közepén a II. Világháború vége felé felrobbantották a visszavonuló német csapatok ezt a templomot. Sok év betelt, amíg felújította a gyülekezet akkori lelkipásztora vezetésével. Sokáig tartotta, hogy egyáltalán gyülekezet talpra álljon, és minden évben ez a novemberi hónap egy kicsit ennek a jegyében is telik, hogy erre emlékezünk, és szeretnénk mindig valami kicsit megőrizni és megmutatni abból, hogy honnan indultak és hol tartunk most. A Hegyalja Folk zenekar tagjai a jelenlegi felállásban 2015-től zenélnek együtt, az amatőr előadók egyedülálló hangszerelésű moldvai népdalokat mutattak be a közönségnek. A művészek szeretnek segíteni embertársaikon és nemes kezdeményezések mögé állni, ezért vállalták el a fellépést Mezőzomboron. Amikor a tiszteletes asszony részéről érkezett a felkérés, akkor teljesen természetes volt a zenekar számára, hogy elvállaljuk, hiszen én úgy gondolom, hogy a mai korban az emberi kapcsolatok nagyon eltávolodtak egymástól, és ezzel, ha tudunk segíteni, akkor mi természetesen segítünk. Ez részben adódik a zenekarunk zenei jellegéből, hiszen népzenét játszunk, és azt tudni kell, hogy a népzene az mindig is közelebb hozta az embereket. Egy picit korrigálnám saját magamat, ugyanis az a népzene, amit mi játszunk, az igazából már nem az a népzene, nem a tradicionális hangzású népzene, hanem igyekszünk modern hangzással kísérletezni. Az együttes különlegességét az is mutatja, hogy van olyan, aki rockzenekarból jött, sőt olyan is akad, aki a hagyományos népi kultúrát képviseli. Az egyedi hangzásvilágú együttest a népzene szeretete tartja össze, ami egy irányba terelgeti őket. A zenekarban a dobosunkat Vas Csabának hívják, ő korábban rockzenét dobolt, a gitárosunk Ványai Árpád, ő is egy rockgitáros, egy kiváló rockgitáros, a basszusgitárosunk, ő klasszikus zenész, Tanián Tamásnak hívják, az énekesünk, ő viszont egy igazi népi énekművész, Héja Bella, én pedig Krajnyák István vagyok, amatőrként űzöm a népzenét. 2015-ben, amikor ez a formáció alakult, akkor igazából
ahol a hangszerek határozták meg a zenei stílust, hiszen ahogy felsoroltam a hangszereket, hogy dob, elektromos gitár, basszus gitár, ebből már következik, hogy tradicionálisan népzenét nem tudunk játszani. Megpróbáltuk a népzenét úgy átültetni a mai kor követelményeinek megfelelően, hogy egy rokkos alapot teremtünk a basszussal, dobbal és a szólógitárral, és ezen erre az alapra építve szólaltatjuk meg a népi hangzást népi hangszerekkel, illetve népi énekkel. A repertoárunk többnyire moldvai népzenéből áll, bár az utóbbi hónapokban feldolgoztunk néhány, itt a koncerten is hallható kárpát-medencei népdalt. A koncert teljes bevételét, vagyis az adományokat a mezőzombori református templom felújítására fordítják.